a gyűlődéseket, szívósak vagyunk. Mi a titok? Lebuktam. Rájött, hogy kasztrált vagyok. Mi? Köszönöm szépen, Mrs. Jenkins. Az újságíró, hogy valóban mikor rendezhetnénk olimpiát, és én azt mondtam, hogy ez egy folyamatos építkező munka. Az idős emberek otthonában tudná elvégezni. A támogatások mellett a szeretetre, a személyes kapcsolat. Már gyakorlatilag a Juka mesék, tehát a Kovács Ágnes kereste meg a néphajszkutató csak. Jelentettem ma délelőtt, hogy a magyar kormánynak nincs árfolyam célja, akkor ezzel is sokan. Ehhez az első lépésben szükségünk van egy bögre csicseri borsóra, amit belehelyezek egy ilyen nagyobb tálba. Nem volt viszonyunk. Hidd el nekem. Csak ezt akartam hallani. Akarsz focizni? Ne focizd magad. Itt a labda, rúghatod. Kezdhet. Nagyon alacsony frekvencián kommunikálnak és megosztják a számítási munkát. Ezek csak kis számítógépek, nem program vezérli őket. Igen, javít és replikál. Esti tavaszi fesztiválra a brit fővárosból is várnak látogatókat. A szigetországi érdeklődőknek a londoni magyar nagykövetségen mutatták be az idei programokat. Csak 1000 főről van szó, egy 30 000 fős adatbázisnak vagy felmérésnek sokkal nagyobb a... Szóljatok, ha történt valami. Tell me when it's happening. Okay. Yeah, yeah. Még szép. Védőkupakkal, ajándékcsiszoló fejjel, további ajándékként meglepjük Önt 12 polírozó koronggal, valamint... Pirítja, tehát ha nem csak úgy lesz rászorva, hanem lőkezelve van a szezámmal, akkor mindenféleképpen egy nagyon picit... Őket. Azt mondhatom, hogy van esélyünk. Este utána is nézzünk majd a dolgoknak. Az tény, hogy a fiúknak meg kellett volna nézni az... A beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét. Megfázás kortört tünettől is szenvedhetünk. Láztól, ordulástól, torokfájástól. A bűnbank. Mindenki a fel... Támaszhatja a sarkán. A talpán, de akár a lábujján is. Hölgyeim, Önöknek is elegük van az érdes csúfsarokból, főleg vonzó, magas sarkú szandálok viselésekor. Bizony, ez egy sokakat fog... Telefonáljon és rendelje meg a Platinum Ultimate-et. Most ajándékba adjuk a gépkocsik belterének ápolását. Foglal keretbe. A hagyományos habanyagból készült párnák, akár egy kisebb vagy... Hogy ki ez a... És az ár még mindig változatlan. Igen, jól hallotta. Az ár továbbra is elképesztően kedvező. Telefonáljon, vagy látogasson el honlapunkra a www.vs... Rákérdez egyszer. 10 000-re rákérdez, hát ez gyakorlatilag. A télből a tavaszba, a fővárosból az Azurpartra, Párizsból Nizzába. A nem kívánt ráncok mélysége folyamatosan csökken. Így a maxilit használatával képben... Ékollal. A miénk mérkőzése nem lesz a mai összefoglaló. A Sport Egyen. Az örökrangadó akkor is örökrangadó, ha egyikük a kiesés. Gyere lép, 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 ugye igazán szép az ágyunk, golyó, kanyó. A Megamax műsorát!
ügyféllista, szerdán az AXN műsorán. Roppant kellemetlen, hogy óránként kell megszakítani a teendőimet a vizelési inger miatt. Az ember pont akkor válik komolytalanná, amikor a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy komolyan vegyék. Tartó és erős szalonszépségű hajért. Az új szeg... Gyarat, jó? Valahol ott lehet a múlt heti sporteredmények és az ex-barátnői telefonszámai. Jó, jó. És finom? De ne egy nyersen. Maga igazán nagy énekes hölgyem. New Yorkot 200 vagy 300 éve alapították. Dublin legnagyobb kikötőjét 1000 éve. Az árveréssel biztosan lesz jó néhány értékes tétel. Második ruha. Családja azonban leszavazta. Így Debbie egy másik szűkített ruhát ad rá, remélve, hogy ez már sikert arat. Tudod. Hello. Mit van? Fontos. Azonosította a tettes? Ittal készítjük. Ettől olyan ellenállhatatlanul finomak. Ráadásul a medvesajtok nagy ízválasztéka. Meg Ázsiában. Később a nagyföldtani mozgások nyomán Ázsia összekapcsolódott Ausztráliával, és a gyíkok ott is szétterjedhettek. Nem is zavarja őt. Nincs gond. Így hallhatjuk, mikor peregtek ki a magjai. Here receipts being released. Okay. Most védelembe vételét, de a szülői elhanyagolásból fakadó veszélyeztetettséget szociális munkával nem tudták megszüntetni. A kezdeti tiltakozás után már nem gátolta a gépkocsizást, pedig az akkori, főleg lóvontatású eszközökre épülő közlekedésben nem kis riadalmat okoztak ezek a zajos szerkezetek. Rudnai Béla, Budapest rendőrfőkapitánya először 1901-ben szabályozta a motoros közúti járművek közlekedését a fő... Mindennapi életünk apró kis velejáróit, amelyeknek közös jellemzője, hogy...